A Máltai Szeretett Szolgálat a Petri üzletlánccal, a Masszollal, az RDFM-mel, illetve az Erdélyi Magyar Televízióval közösen szervezett 2018-as jótékonysági akciója során több száz rászoruló családnak segített. Az akció időn folytatódik, az december 14-én induló gyűjtésről pedig vendégeink fognak részletesebben beszélni. Bardosán Sejla Tímea, a Petri marketing igazgatója, illetve Pünkösti Zsolt, a Máltai Szeretett Szolgálat projektmenedzsere van itt velem a stúdióban. Szervusztok, köszöntelek titeket. Szervusztia. Hát mi csak média partnerei vagyunk nagyjából ennek a projektnek, de azért ti nagyon szép dolgot vittetek véghez a tavalyi évben, úgyhogy ez külön figyelemre méltó dolog volt, több száz család, ahogy említettem, de hát ott itt vannak nagyobb számok is, amikre majd ki fogunk élni a múlt évre visszamenőleg, de hát szerintem először mindenek előtt tisztázzuk azt, hogy ez a projekt miről szól. Legyen hagyomány az adomány, nagyon szép címet kapott. Így van, ez egy tulajdonképpen egy tartós élelmiszergyűjtő kampány, aminek a célja, hogy a Petri boltokban minél több tartós élelmiszergyűjtsünk rászoruló családoknak, illetve a Máltai Szeretett Szolgálat két intézményének, ahol időseket és felnőtt mozgássérülteket gondozunk. Igen, azért ez nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy kiknek gyűjtünk, hiszen ugye a december közelettével nagyon sokan kerekednek föl, és rengeteg ilyen projekt van a városban, az országban, és az ember nem is tudja igazán, hogy mihez nyúljon, hova menjen és kit támogasson, mert ilyenkor valahogy az emberekben megszólal ez a dolog, hogy adjon. Érdekes, hogy a legtöbben talán erre is panaszkodnak, akik rászorulnak, hogy egész évben el vannak felejtve, majd decemberben hatalmas adományokat kapnak. Csak 14-én indul. Miért döntöttetek úgy, hogy csak 14-től fogjátok ezt? Ennek gondolom különböző okai is voltak. Ugye nem csak tartós élelmiszert lehet vásárolni ezekben az üzletekben, hanem friss dolgokat is, és ezek is naponta eljutnak ezekhez a családokhoz, tehát hatalmas logisztikával jár ez a dolog. Így van, egyebek mellett épp ezért szűkítettük egy picit le az intervallumot, illetve itt arra kell gondolni, hogy minden egyes üzletben teljes nyitvatartási idő alatt legalább egy, de igyekszünk két önkéntessel lefödni, és hogyha beszorozzuk a Petri boltok számát, akkor így gyakorlatilag százas nagyságrendű önkéntes számról beszélünk, illetve nyilván a logisztikája begyűjteni, raktározni, eljutatni az intézményekbe rászorulókhoz. Igen, ez a ti részletek is azért ez egy hatalmas munka, de azért én nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy például egy ilyen cég, mint a Petri, gondolom rengeteg felkérést kap arra, vagy megkeresést, hogy támogasson különböző projekteket és ügyeket. Ezt már második évben viszitek véghez, tehát ez a második évetek. Miért döntöttetek úgy, hogy emellett a projekt mellett vállaltok szerepet? Igazából a tavaly sikerült először részt vennünk ebben a projektben, ugye Zsoltnak a megkeresésére, aminek nagyon örventünk igazából. Hát végül is amellett döntöttünk közösen, hogy nagyon passzol úgymond a lefedettség a boltjainknak is, tehát hogy a három megyében, ahol mi is jelen vagyunk, ott igazán aktív a Máltai Szeretett Szolgálat is, és így hatékonyan meg tudjuk szervezni. Persze egész évben érkeznek hozzánk megkeresések, aminek igyekszünk eleget tenni, tehát nem csak karácsonykor jótékonykodni, amit én is nagyon fontosnak tartok, hogy ne csak karácsonykor jusson eszünkbe ez az oldala az adományozásnak. Úgy gondolom, hogy az adományozás is, ahogy mondtad te is, hogy nagyon sok a lehetőség, hogy most kinek adunk, és hogy szeretjük tudni is, hogy kihez jut el az adomány, ezért ez is egy döntés, pont mint a vásárlás. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ilyen szempontból is nagyon egymásra talált ez a két fél, úgymond, mivel úgy gondolom, hogy a vásárlóink is tudatosan döntenek a boltjaink mellett, ugye helyi termékeket találnak itt meg, és így tudnak eljutni a rászorulókhoz is. Igen, hát én azért mertem pont így előttetek ezt mondani, mert hát nyilván egy Máltai Szeretett Szolgálatról beszélünk, nyilván nem csak karácsonykor segíti az embereket, és nyilván tudom azt is, hogy a ti üzletpolitikátok is abban is szerepet vállal, vagy hogy abban is rejlik, hogy igenis egész évben ahova tudtok segíteni próbáltok. Tehát ezért is mertem nektek ezt mondani, hogy hívjuk erre fel a figyelmet, hogy ez ne csak decemberben történjen meg, és ilyen alkalmakkor. Na de hála Istennek, ilyenkor azért
nagyobb számban történik ez meg, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy például tavaly számítottatok-e arra, hogy ez ilyen mennyiséget vagy számokat fog produkálni, mint amit produkált. Tehát itt elhangzott, hogy 4 tonnáról beszélünk, ugye, ami a tavalyi évet jellemezte. Szerintem egyik fél sem számított ekkora sikerre. Remélem, hogy idén is tudjuk ezt tartani. Mi volt a tapasztalat a tavalyi évben? Tehát itt elhangzott az is tőled, Sejle, miközben beszélgettünk kint, hogy nagyon fontos volt az, hogy, és ezt te is mondtad, az önkéntesek biztosítása, hogy személyes kapcsolatot teremtsetek az adományozókkal. Így van. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy az önkéntesek, akik állnak tulajdonképpen a gyűjtődobozok mellett, azok nagy részt máltai önkéntesek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a hétköznapokban ők azok, akik kimennek a rászorulókhoz, akik segítik a rászorulókat. Tehát gyakorlatilag az adományozók is első kézből értesülhetnek, hogy tulajdonképpen mi fog történni az adományukkal. Tehát teljesen átlátható, bárki rákérdezhet. Nálatok is ez fontos volt, hogy ugyebár ez az időszak amúgy is egy nagyon terhelt időszak a boltoknak, tehát hogy még ezt leszámítva is, és hát nyilván az eladóktól még pluszban azt is elvárni, hogy egy ilyen dolog mellett álljanak, azért az nem is tudom, emberfeletti teljesítmény lenne, ahogy én mondjuk sorba szoktam állni az üzletekben, úgyhogy gondolom, hogy nektek is fontos volt, hogy ez megfelelőképpen legyen lebonyolítva és sikere legyen. Na de most ilyenkor mire van szüksége azoknak az embereknek, akiknek gyűjtünk? Mert ugye mondjuk egy ilyen hentes áruboltba, hogyha az ember bemegy, akkor rögtön arra gondol, hogy hát akkor friss húst vagy felvágottat vegyek, hogy akkor az hogy is jut el, de hogy lehet tartós élelmiszert is, te ezt emelted ki leginkább. Tehát mi az, amivel tudjuk segíteni, amire talán a leginkább szükség van? Jobb az, hogyha tartós dolgokat veszünk, vagy jó az is, hogyha friss dolgokat? Jobb, picivel jobb talán a tartós dolgok, hiszen kiküszöböljük épp ezt, hogy ünnepekkor mindenki nagyon sok adománnyal közelít feléjük, és hogyha tartós élelmiszer, az egy család, egy rászoruló családnak akár 2-3 hónapig, illetve az intézményeinknek is 2-3 hónapig lefödi a szükségletét. Illetve ugye a tartós élelmiszerre nagyon sokan arra gondolnak, hogy száraz dolgok, tésztafélék, rizsfélék, viszont a Petrének ugye nagyon sok kész, félkész dolga van, akár lefóliázott termékek, amik hosszabb távon elállnak. Hogy is néz ki egy ilyen adományozást? Ezt azért szeretném, hogyha levezetnénk, hogyha bemegyünk egy ilyen üzletbe az országba, tehát ugye 3 megyét említettetek, Maros megye, Hargita megye és Kolozs megye. Bemegyünk egy ilyen üzletbe, ott mi rögtön meg fogjuk látni ezeket a kosarakat az önkéntesekkel, és akkor mondjátok tovább, vásárolunk, nem vásárolunk először nekik, hogy működik, hogy van ennek a lefolyása. Tehát bemegyünk, vásárolunk, és oda visszük, és a kosárba rakjuk, vagy ennyi a dolgunk? Így van, tehát ahogy a vásárlók belépnek az üzletbe, önkénteseink készséges módon megközelítik, megkérdezik természetesen, hogy egy percre zavarhatják-e, átnyújtanak egy szórólapot, tehát készül egy szórólap, amin egyébként az is rajta van, hogy milyen termékeket várunk, és akkor felkérik, hogy elmondják röviden, miről is van szó, és felkérik, hogy ha módja van rá, akkor adományozzon ő is egy plusz termékkel. És gyakorlatilag a vásárlónak annyi a dolga, hogy ezt a terméket megvásárolja, kifizeti, és elhelyezi a gyűjtődobozba. Onnan tovább mi intézzük majd a logisztikát. És tihez teret biztosítottuk elsősorban, és nyilván a termékeket. Miért pont ezt a két csoportot választottátok, Zsolt? Említettük ugye, hogy az idősekről van szó, és a másik csoportról, tehát hogy azt mondhatjuk, hogy ezek a, mondjuk a családok és az idősek azok, akik leginkább rászorulnak. Nagyon sokszor általában ezekben az időkben, nem tudom, inkább az ilyen gyerekotthonok, árvaházak, ezek szoktak felmerülni december környékén, és úgy szeretünk megfeledkezni például az idősekről. Úgyhogy ezért kérdezem. Így van, tehát az idősek és különösen az egyedülálló idősek pillanatnyilag Romániában az egyik legveszélyeztetettebb csoport, hiszen náluk már a betegségek is föllépnek, a kis jövedelem is fellép, illetve amit említettem, a két intézményt, az adományoknak egy része jut hozzuk, az összes többi adomány az gyakorlatilag szétszóródik ezekbe a megyékbe, és nem csak ezekbe a megyékbe, és azért szeretek családot használni, mert ebben benne van gyerek, szülők, nyilván egyedülálló egyénekhez is kimegyünk, tehát nem csak családhoz. Mi szükség szerint megyünk. Tehát nálunk, amikor segíteni kell, akkor semmilyen más kritériumunk nincs, kizárólag a rászorultság és a szükség.
Ugye nagyon szép bemutatója van ennek a projektnek a Máltai Szeretett Szolgálat által, hogy ugyebár nagyon sokan természetesnek veszik azt, hogy karácsonykor tele van az asztaluk, és hogy a karácsonyfa ott van az otthonukban, de nagyon sok ember számára még az is egyáltalán csoda, hogyha a hétköznapokban sikerül meleg ételhez jutni, mondjuk, vagy ételhez egyáltalán az asztalukon. Ez nagyon meghatott engem, és egy nagyon szép dolog volt. Valóban ilyen rossz a helyzet? Igen, ami számomra egy nagyon markáns kép, ez már több évvel ezelőtt szembesültem vele, egy tábor során, hogy olyan gyerekünk volt, aki nem látott még egybe egy tábla csokit. Tehát amikor kibontottunk egy tábla csokit, hogy akkor most ezt elosztjuk, több tábla csokit, hogy elosztjuk a csoportba, akkor azt kérdezte a gyerek, hogy ez micsoda. Tehát ő nem ismerte fel, hogy ez csokoládé, mivel ő vagy valami nagyon kis ilyen cukorka, vagy csak gyakorlatilag kocka formában látott eddig csokoládét például. Nem is tudom, hogy mennyire lehet ez lelkileg is megterhelő ezeknek az embereknek a számára, akik kimennek és kiviszik ezeket a csomagokat. Nyilván egy nagy eufória is, hogy átadhatják ezeket az adományokat, de hogy mennyire szorul el az ember szíve egy ilyen helyzetben, mikor mondjuk lát egy ilyen családot. Nektek mennyire könnyű, hát nyilván nem lehet könnyű ez a decemberi időszak amúgy sem, emiatt az egész projekt miatt és az eljuttatások miatt, de hogy még lelkileg pluszba ezeknek az önkénteseknek. Igyekszünk önkénteseinkre odafigyelni és dolgozni velük, és elmagyarázni, hogy ez tulajdonképpen a segítő szakma, az veszélyes abból, hogy nagyon nagy kudarcokat, ugyanakkor nagyon nagy eufóriát, ahogy te is említetted, okozhat számunkra, és folyamatosan beszélgetünk velük, és igyekszünk azért elhatárolódni, hogy mi, ami tőlünk telik, azt igyekszünk minél jobban megtenni, de hogy nyilván mi más ember nyomorát nem vehetjük magunkra, hisz akkor mi is oda kerülünk. Egy kicsit mondjatok nekem pár szót arról, hogy a jövőben szeretnétek-e folytatni ezt a projektet, hogyha szeretnétek, idén például változtattatok-e valamit a tavalyihoz képest, vagy szeretnétek-e jövőre esetleg nagyobb méretűre, nem tudom, ha lehetséges növelni, vagy bármilyen jövőbeni tervetek a projekttel kapcsolatban? Az idén igazából én azt szoktam mondani, hogy az egyszerű és jó dolgokon nagyot nem kell változtatni. Az idén annyi változás történt igazából, hogy jobban rákészültünk, hamarabb elkezdtük a Petrivel is a beszélgetéseket, ők is picit a termékskálájukat megnézték, hogy mi az, ami adományozás szempontjából mind a vásárlóknak, mind pedig a célszemélyeknek jobban megfelelne. Illetve az idén beindítottunk egy önkéntes toborzó kampányt is, ami gyakorlatilag egy nyílt felhívás, bárki jelentkezhet nálunk önkéntesnek erre az időszakra. Ezt egyébként nem gondoltátok, hogy esetleg ezt is jobban mondjuk, nem is tudom, hogy mondjam, megdövelni, hogy mondjuk olyan embereket is betenni önkéntesnek, akik még jobban talán oda vonzák az embereket? Vagy néztetek ti ebbe ennél többet, mint hogy meghagyjátok az üzlethelyiséget? Tehát hogy arra vagyok kíváncsi, hogy nyilván ez egy cégpolitika, és olyan szép, hogy ebben így részesei vagytok, és hogy gondolom, nektek is az érdeketek, hogy ez minél inkább menjen és működjön, hogy segítsetek ezeken az embereken. Igyekszünk mi is minél inkább bevonni a kollégákat is ebbe a projektbe. Nem csak ebben, hanem egész évben vannak hasonló kezdeményezéseink. Például a nyáron a csapatépítőnket úgymond feláldoztuk egy nemes cél érdekében. Egy öreg otthont újítottunk fel egy nap alatt, ami nagyon-nagyon szép volt. Gyakorlatilag több mint 100 kollega a vasárnapját áldozta erre, hogy nem a szórakozással telt ez a nap, hanem segítséggel. Igen. Tehát itt az étkezőjüket festettük át, a padjaikat újra pácoltuk, úgyhogy igazából ez is egy munka volt mindenki számára a vasárnapi nap is. És már ott is láttuk a kollégákon, hogy annyira ez, amit mondtad, az euforikus állapot, hogy mikor onnan hazajöttünk, akkor rá néhány hétre vissza akartak menni, és még egy csomagtartónyi élelmiszer gyűjtöttek az ott élő időseknek. Úgyhogy ezen folyamatosan dolgozunk, hogy ők is érezzék ennek a súlyát, és úgy gondolom, hogy idén, hogy már korábban elkezdtünk kommunikálni a boltjainkkal is, az eladókkal, most még inkább várják úgymond az önkénteseket. Hát nem hiába az a címe a projektnek, hogy legyen hagyomány az adomány. Tehát, hogy ezért, igen, ezt azért úgy mélyen
véssük az eszünkbe, hogy ez tényleg nem csak egy egyszerű jót tettről szól, hanem jó, hogyha megtesszük ezt akár több éven keresztül az életünk során, talán ez nekünk is az emberségünkön, az értékünkön javít, hogyha ezt megtesszük, és jól esik, nagyon jól esik, az az igazság. Így van, örömet okozni. Természetesen. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Néhány adatot azért még egyszer ismételjük meg, tehát december 14-től indul. Egészen december 20-áig tart, úgyhogy mindkét nap is beletartozik, illetve van egy nyilvános önkéntes toborzó kampányunk, amelyet a szociális média oldalainkon, illetve a Maszol hírportálon keresztül lehet elérni, bárki jelentkezését szívesen várjuk, illetve szerintem fontos észben tartani, hogy tavaly is több mint 4 tonna élelmiszer és több 100 családhoz jutott el ezúton segítség. Akkor azt hiszem, hogy ezek azok az információk, amiket a nézőknek tudni kell. Tehát december 14-től december 20-áig Maros, Kolozs és Hargita megyében a Petri üzletekbe, ha befáradnak, tegyék meg, hogy legalább egy tartós élelmiszert vagy akármilyen terméket odaadnak ezeknek az embereknek, mert nekik nagyon fontos, úgy, ahogy az Zsolt is elmondta, akár ünnepi is lehet az, hogy étel kerül az asztalukra. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, én nagyon sok sikert kívánok nektek, és remélem jövőre ugyanitt találkozunk, és talán még nagyobb számokat fogunk mondani, és még jobban rákészülünk erre a következő karácsonyra. Legyen így, és legyen megint sok családnak öröme ez a ti lelkesedésetek és munkátok. Köszönjük szépen.